A zene világnapját ünneplik a hétvégén, Alsópáokon és Gyenesdiáson. Alsópáok önkormányzata operett műsorral várja az érdeklődőket október 3-án, pénteken 17 órára a Művelődési Ház nagy termébe. Gyenesdiáson október 4-én szombaton 17:30-tól az értelmileg akadályozott fiatalokból álló Parafónia zenekar ad ünnepi hangversenyt a Gyenesdiási Általános Iskola aulájában. Október 4-én 15 órától köszöntik az aranykorúakat Cserszeg Tomajon, az általános iskola torna termében. Barta Gábor polgármester köszöntője után műsorral és estebéddel kedveskednek az idősebb korosztálynak. A rendezvényre kis busz indul. További részletek Cserszeg Tomaj honlapján. Október 4-én 9 órától a Hévízi Termelői Piacon adománygyűjtő napot tart az Állatvédelmi Járőrszolgálat Keszthely. Várnak minden állatszeretőt, hogy élelemmel, pokrócokkal, tálakkal, pénzbeni felajánlással, ideiglenes befogadással segítsék munkájukat. További információ Diánál. Készen áll arra, hogy bulizás közben formába hozza a testét? Alsópáokon október 5-én zumba parti a Művelődési Házban, forrólati ritmusokra, kortól és nemtől függetlenül. További információ a képen látható telefonszámon. Október 6-án hétfőn az aradi vértanúk emléknapján az 1848-as forradalom és szabadságharc bukását követően 1849. október 6-án kivégzett magyar katonatisztekre emlékezünk. Az emléknap alkalmával Gyenesdiáson 8 órától, Hévízen 10, Keszthelyen 17 órától kerül sor a városi megemlékezésekre. A közéleti kávéházban Széles Gábor üzletemberrel beszélget Pap Gábor polgármester október 6-án 18 órától a Hévízi Városi Könyvtárban. További részletek a Művelődési Intézmény honlapján. Az első világháború eseményeire emlékezik az október 7-én kezdődő Balaton Filmfesztivál. További részletek a színház honlapján.